A húsvéti hagyományok őrzői a tojásírók. Győrén a helyi alkotók házába, több vitrínbe is Filomella Edith megírt tojásai láthatóak. Már kisgyerek korában megismertette el művészettel nagymamája. A generációról generációra való átörökítést pedig ő maga is gyakorolja, hiszen kislányával közösen írnak tojásokat a húsvét közelettével. Többféle technikát alkalmaz, ezek bemutatása mellett a tojásfestés történetét is feleveníti. Nálunk húsvét előtt már hetekkel elkezdődik otthon a tojásírás, és nagyon lelkesen mindig bele is veti magát. Ugye hát van még két fiú testvére, ők is néha-néha egy-egy tojást festenek, de hát ő vérbeli kis alkotó, és ő minden évben ott nyüzsög mellettem, és szebbnél szebb tojásokat készít most már nagyon ügyesen, és ezért hoztam el őt is, hogy meglássuk, hogy ez igazán még gyerekeknek is milyen kis szép és érdekes dolog tud lenni. Régebben jelzési értéket is bírt a tojások színe. Ha a lány piros tojást adott a fiúnak, azt jelentette, hogy fogadja az udvarlását. A zöld tojás az elutasítással volt egyenlő. Régen főtt tojásra írtak, mivel akkor még egész más volt a szerepe ennek a tojásírásnak, nem a díszítő érték és a bemutató és a kiállítás, hanem akkor a locsolók kapták, megszentelték a tojásokat előtte vasárnap a templomban az ételekkel együtt, és mondjuk termékenységvarázslásra használták, kitették a varázdába, kivitték a tyúkolba, azért, hogy jobb legyen a termés, jobb legyen az állatok hozama, és hát természetesen ugye a legfontosabb szerepe az az volt, hogy a hétfői locsoláskor a lányok ezzel fejezték ki a köszönetüket a locsolásért, és jelentést is hordozott az, hogy milyen színű és milyen mintájú tojást kaptak a locsolásért a fiatal emberek. Most már én kifújt tojásra dolgozom, ami a kifújás az úgy történik, hogy kiukasztom egy hústűvel alul és felül a tojást, vagy ha a libatojással dolgozom, akkor kicsit megfúrom, mert azt nagyon nehéz átlyukasztani tűvel, és hát erre mindenkinek másféle praktikája van, én simán szájjal kifújom, nekem semmiféle más eszköz nem vált be. Fontos, hogy mielőtt dolgozunk a tojáson, száradjon, tehát legyen kiöblítve belülről is, és jó pár napig száradjon, tehát frissen kifújt tojásból, ha még csurog a tojáslé, vagy nincs kitisztítva rendesen, vagy akár a víz, az tönkre teszi a munkát. Tehát szépen kiszáradt, kitisztított tojásra lehet dolgozni. Főtt tojásra is lehet nyugodtan, az nem biztos, hogy évekig eltartható. Jó, akkor amire még szükségünk van, az a viasz, amivel írjuk a tojást. A viasz az, én méhviasszal dolgozom, de lehet parafin alapú viaszt is használni, bármilyen gyertyát, kezdőkkel, pici gyerekekkel, teamécsesekkel szoktunk dolgozni. Amire még szükség van, az az íróka. Az íróka tájegységenként más néven fut, itt Tolna Baranyába gicának hívják, ami egy kis fém csövecske, bele van szerkesztve egy fabotocskába. Ez a cső van, amikor teljesen párhuzamos, van, amikor egy picit tölcséres. Ez is tájegységenként eltérő lehet. Én használom mind a két formát. A párhuzamos csövű írókát, azt saját magam is elkészítem. A foglalkozásokon ilyenekkel szoktam dolgozni kezdőknek. Ez szerintem egy picit könnyebb ezzel dolgozni, mint a csöves írókával. Egyszerűen egy kis fém lapocskát tűn megtekerek, és egy dróttal beleerősítem egy bevágott fa pálcába. Minél vékonyabbra tekerem, annál vékonyabb írást tudunk a tojásra felvinni, vékonyabb vonalakat. Kezdőnél nem biztos, hogy a nagyon vékony a legszerencsésebb, mert esetleg annyira bizonytalan mégis nem látja a vonalakat, neki egyszerűbb, hogyha esetleg egy kicsit vastagabb csövű írókával kezd. A festékek, a régi időkben növényi alapú festékeket használtak. Én is kísérleteztem nagyon sok növényi festékkel. A legismertebbek az a vörös hagymahéj, lila hagymahéj, lila káposzta, bodza, cékla, csalán. Ezekből lehet a festőleveket elkészíteni. Itt egy növényi főzettel festett tojást mutatok, ahol a vörös hagyma héjából készített páclé adja ezt a világosabb barna árnyalatot,
és a lila hagyma héjából készített pácli adja ezt a sötétebb barna árnyalatot ezen a tojáson. Később ezeket felváltották az ételfestékek, amit simán húsvéti tojásfesték kis tasakokba lehet kapni az élelmiszerboltokba ilyenkor húsvét előtt. Azok ételfestékek, azoknak gyorsabb a hatóidejük és intenzívebb színeket és különlegesebb színeket is lehet belőlük alkotni. Foglalkozásokon ezeket szoktuk használni, egyszerűbb a használata. Itt is most piros és sötétkék, vagy majdnem fekete ételfestékkel kevert páclevet hoztam. A növényi festőleveknél is, és az ételfestékből készült festőleveknél is ecetet kell hozzáadni. Én picit kevesebbet szoktam, mint ami általában a tasakra van írva. Egy ilyen 2 decis pohárban elkészített festőléhez egy evőkanál ecetet szoktam tenni, tehát én kb. 2 decinként egy evőkanállal, az mindenképp kell bele, az segít az intenzívebb festődésben. A magyar hímes tojás díszítésének jelképrendszere is jóval a kereszténység előtti időkből való. Az ősi kultikus jelek a régi magyar élet és hitvilág fontos részeit tükrözik. A régebbi időkből származó rajzokból felismerhető a pásztorkodás, lovas élet, természet, örök élet, termékenységvarázslás és a világ mindenség ábrázolása. A legelső mintáimat a dédi mamám által írott tojásokról gyűjtögettem egy kis füzetbe, aztán utána igyekeztem minél több tájegység mintavilágát megismerni. Itt a Kárpát-medencében nagyon nagy hagyománya volt a tojásírásnak, és óriási mintakincs áll a rendelkezésünkre. Erdélyben is nagyon sok régióban még ma is él ez a művészet, és nagyon sok mintánk van onnan is. Természetesen a tájegységeknek a mintái sok átfedést is mutatnak, tehát megvan ugyanaz a minta akár egy tolnai baranyai tojáson, akár egy csángó tojáson is, csak legfeljebb egy pici eltéréssel. A motívumok leggyakrabban munkafolyamatokat vagy munkaeszközöket ábrázoló motívumok lehetnek, akkor megjelennek az égitestek, nap, hold, csillag, megjelennek a növények, a virágok, a tojásokon. Néhány állat, egész állatábrázolás is megjelenik, de általában inkább csak állati testrészek, például kakastaré, báránylába, ilyesmik. Hazánkban a legelterjedtebb módszer a tojás felosztásával kezdődik. Ekkor hosszanti vonalakkal két vagy akár több mezőre osztják a tojást, ezt hívják rámázásnak. Kezdő és gyakorló tojásírók is közkedvelt technikája. Az így kialakult mezőket díszítik, és ezt hívják tojáshímzésnek. Majd az így elkészült tojás lesz a hímes tojás. A legtöbb minta osztással kezdődik, egy függőleges osztókörrel, vagy két függőleges osztókörrel, akkor már ugye 4 mezőre osztottuk függőlegesen a tojást, és egy vízszintes osztókörrel, ez a leggyakoribb osztás. Ezt természetesen lehet még tovább osztani, tehát mondjuk a csillagos mintáknál, vagy más mintáknál még a keresztek középpontjából még indulnak osztások, és ebbe építik fel a mintát. Természetesen vannak olyan minták is, ahol nem jelenik meg az osztás, hanem elindul a minta, és akár az egész tojás felületét befedi. A kezdőknek érdemes az osztókörökkel indítani, mert ez sem egyszerű, hogy arányosan elosztani a tojást, de segít az osztókör abban, hogy a minta elemeket szebben, arányosabban elhelyezze valaki a tojáson. Nagyon fontos a viasz hőmérséklete. Általában az első hiba lehetőség, amikor sikertelennek tűnik a próbálkozás, hogy nem elég forró a viasz, akkor egy ilyen szaggatott vonal, tehát nem folyik ki szépen abból a kis fémcsövecskéből, hanem egy ilyen recés szaggatott vonal jön létre, vagy egyáltalán nem is tud kifolyni. Ilyenkor tovább kell melegíteni az íróka csőrét, vagy ha valaki nem gyertyával dolgozik, hanem edényben fölolvasztott viasszal, akkor annak a hőmérsékletét még tovább kell emelni. Én úgy szoktam, hogy akkor az íróka csőrét melegítem át még jobban a lángban, és utána nyúlok bele a viaszba, és akkor ha az íróka fém része kellően forró, akkor nagyon szép egyenletesen folyik ki belőle a viasz. Fontos még, hogy az írókát ne
úgy, mint ahogy ceruzával írunk, így ferdén tartsuk a tojás felületén, hanem a lyuk teljesen szembe helyezkedjen a tojás felületével, és úgy érjen hozzá, akkor tud szépen kifolyni belőle. A kifújt tojásoknál én a lyukat azt viasszal befolyatom, hogy a festőlé ne folyjon bele a tojás belsejébe. Nem baj, ha valaki ezt nem tudja megtenni, mert elég nehéz, főleg, hogyha valaki viszonylag nagy lyukat fúr a tojásra, akkor azt nehéz beviaszolni. Semmi baj nem történik, ha belefolyik a festőlé, és utána kifolyik. Csak jóval tisztább munka, és kevésbé leszek nyakig festékes, hogyha nem kell kifújogatni belőle a festéket, és utólag kifolyatni, vagy ha esetleg még utólag folyik ki belőle egy kis festék, amikor már leolvasztottam a viaszt róla, akkor az tönkre tudja tenni a munkát. Tehát célszerű, hogyha sikerül, akkor beviaszolni a lyukakat, hogy belül ne folyjon bele a festőlé. Ahol hozzáér a bögre, ott nem maradjon folt, vagy ahol hozzáér a pohár falához, és akkor ennek kb. Így 5 percig, néha közben megforgatom. Ha egyenletesen megfogta a festék a tojást, akkor kivéve a festékből lecsöpögtetjük, ezután várunk egy kicsit, hogy teljesen megszáradjon a tojás felülete. Végül következik az utolsó lépés, a viasszal való fényezés. Én úgy szoktam leolvasztani a tojás felületéről a viaszt, hogy a láng fölé tartom, körülbelül olyan 5-6 centire, közelebb nem, mert akkor megég a tojás héja, és egy barna folt lesz rajta, és így a láng hője gyönyörűen megolvasztja a viaszt, és azt egy ilyen kis gyengét törlő mozdulattal elkezdem letörölgetni, és ezzel be is vonom a megolvadt viasszal a tojás felületét, amitől egy picit fényesebb lesz, és egy ilyen védőréteget is képez, tehát nem tud könnyen megsérülni a festés. És szépen forgatom körbe-körbe, és megyek végig a tojáson, és letörölgetem az olvadt viaszt mindenhonnan. A sárközi mintakincs lényegesen eltér más tájegységekétől. Motívumai nagyon egyediek, így a sárközi hímes tojások egyedülállóknak számítanak. Magyarországon van egy terület, nem messze innen, a Sárköz vidéke, ahol nagyon különleges tojásokat írnak. Ugye a legtöbb tájegységben általában a legjellemzőbb a simán pirosra festett tojás. A nagyon színes tojások nagyon ritkán jelennek meg, viszont a Sárközre jellemző az, hogy nagyon színes tojásokat festenek. Egy tojáson belül megjelenik a sárga, a piros, a kék, a zöld és a fekete szín, a fekete mint háttérszín. Általában növény, virágmotívumok, madár motívumok láthatóak a tojásokon, és jellemző még rá, hogy az alap minten kívül pöttyökkel is díszítik a tojást, amit így véletlenszerűen megjelenítenek a tojás felületén itt-ott. Ennek a technikája lényegében ugyanaz, mint a sima írott tojásnak, csak itt azt a műveletet, amit egy piros tojáson csinálunk, azt itt 4-szer vagy 5-ször csináljuk végig, ugyanis először felírjuk a mintát a tojás felületére, először a legvilágosabb színbe kerül bele, a sárgába, miután kivettük és megszáradt, utána nem leolvasztjuk a viaszt, mint egyszínű tojásnál tennénk, hanem tovább folytatjuk a viasszal lefedést azokon a területeken, ahol szeretnénk, hogy sárga szín maradjon meg. Aztán a piros festékbe kerül, abból kivéve és megszárítva lefedjük azokat a mezőket viasszal, amit pirosan szeretnénk tartani. Azután megy a következő színbe, ha szeretnénk kéket használni, akkor az lesz a következő árnyalat, az lilás színt fogadni rajta, aztán a zöldbe, és végül egy ilyen nagyon sötét lilás, sötét kékes páclébe kerül, ami feketét ad, és ez lesz az alapszín. A Kárpát-medencében nagyon jellemző díszítési mód a pöttyözés. A pöttyözéssel emelik ki az egyes mezőket, vagy különítik el egymástól. Ez a pozitív-negatív pólus, e-világ, túlvilág jelenik meg ebben az eltérő kiemelésben. Ez a Kárpát-medencén kívül nem jellemző, ez a pöttyözéssel való kiemelés, tehát ez kifejezetten a mi sajátosságunk. Magyarországon egy területen, a Gömöri régióban használnak
egy olyan technikát, amikor a viaszt nem csöves írókával, hanem gombos tűfejes írókával viszik föl a tojás felületére. Ezzel nem azokat a hagyományos mintákat tudják írni, amik osztókörökkel indulnak, hanem pöttyöket, vagy pöttyökből induló pici vonalkákat, és ebből alakítják ki a mintákat. Miután kiválasztottuk a mintákat, és elvégeztük a tojásírás folyamatát, akkor egy utolsó lépés van hátra. Elhelyezni lakásunkba a megírt tojásokat. Akár egy kosárba kihelyezve díszítheti az ünnepi asztalt, de más lehetőséget is választhatunk. Fel lehet még fűzni, hogy felakasztható legyen. Azt én úgy szoktam, hogy hímzőfonalat használok hozzá, és színben hozzáillő gyöngyöt teszek a lyukakhoz a lyuk elfedésére. Ez a tojásfa szokta díszíteni az anyuék nappaliát húsvétkor, vagy az ebédlőjét. Ezen a családunk által készített, különböző technikával készített hímesek vannak. Nagyon sok van, amit én készítettem, van, amit még nagyon régen készítettem, látszik is a vonalakon, hogy ahhoz képest azért már sokkal rutinosabb vagyok. Van olyan, amit a testvérem készített, például a gyöngyös tojásokat, és hát vannak olyanok, amiket a gyerekeink készítettek, és a mamáik kapták ajándékba. Thank you.